Tudják ki ez? Ez a tiroli fiú, egész pontosan egy üvegképből való apró kis csodafigura, és a Garai utcában látható egy óriási tűzfal festményen. Mi a pesti Chicagóban vagyunk, és innen hamarosan átmegyünk a Nefelejts utcába, mert ott van a Rotmikse emlékház. Azért ebben az utcában is elsősorban a több emeletes házak jellemzőek, de azért mindenhol, például itt az utca közepén is van két egyemeletes egymás mellett. Ebből az egyikben volt az üvegműves Rotmikse utolsó műhelye, és itt van most az emlékház. Ebben az összefüggésben meglepő, de Rotmikse a hazánk egyik legismertebb dizájnere. Legismertebb és első dizájnere. Üvegműves, üvegfestő és mozaikművész volt. Műveit épp úgy megtaláljuk az Országházban és a Zeneakadémián, mint a Gresham palotában, vagy a Magyar Nemzeti Bankban. A család még a rendszerváltás előtt a hagyatékot Erzsébetvárosnak ajándékozta, így jött létre 1999 végén a Rotmikse emlékház és gyűjtemény. Rotmikse 1865. december 26-án született, és a nagyapja, apja is üveggel foglalkozott, egész pontosan ők szállítottak többek között üveget a Nyugati pályaudvar építkezésekor is. Ezért nem meglepő, hogyha ő a családi műhelyben, aztán külföldön tanulta ki a üvegmesterséget, üvegmívességet, és 1885-ben nyitotta meg az első önálló műhelyét, a pályája pedig a historizmustól a szecesszión keresztül egészen az Art Deco-ig húzódott. Az emlékházban két állandó kiállítás látható, a Lakásmúzeum és a Rotmiksának a család birtokában megmaradt legfontosabb üvegfestményei, illetve mozaik alkotásai. A Zsolnai gyárral közös munkák mellett a kiállításon látható a Rot műhely cégtáblája, a Párizsi világkiállításon második helyet szerzett mozaik műve, valamint a Rip Rónai tervezte Andrássy ebédlő ablakának részlete is. Rót a kor legismertebb képzőművészeivel is együtt dolgozott, többek között Körösfői Kraj családárral és Rip Rónai Józseffel is. Utóbbivel aztán később megromlott a kapcsolatuk, mert Rip Rónai egyszerűen iparosnak tartotta kollégáját, aki nem érdemel művészi elismerést. A földszinten nyílt meg az eredeti dolgozószobából kialakított Rót szalon 2005-ben, ez ma már nincs meg, nincs így meg, viszont megvan ez a híres kép, a műveltség allegóriája, ami egy legenda szerint Türjéről került ide, a türjei premontrei kolostorból, és egy műértő szerzetesnek köszönhető, aki az utolsó pillanatban, a megsemmisítése előtti utolsó pillanatban éjjel még szétszette darabjaira, belerakta egy bőröndbe, és elvitte a Rót családnak. Az első emeleten található a Lakásmúzeum, ami azért különösen érdekes, mert nagyon kevés ilyen középosztálybeli lakásbelső maradt fönn ilyen egységesen, ezekből a 120 évvel ezelőtti időkből. Itt van egy nagyon furcsa, még gázzal és már árammal is működő csillár, és megvan még megmaradt Rotmikse eredeti tintatartója is. Rotmikse azzal újította meg a mozaik művészetet, hogy nem csak a hagyományos négyzetformát használta, hanem a kialakítandó mintához igazította és vágta ki a mozaik darabokat. És ő volt az első, aki hordozható mozaik képeket alkotott. A mozaik darabok alapanyaga pedig lehetett akár az opálos hatású tifani üveg, aranyozott üveglapocska, vagy a Zsolnai gyárból beszerzett kerámia forma is. A ház eredetileg egy képfaragójé volt, aztán Gelb Sámuel butorgyáros vette meg, és végül úgy került Rotmiksához 1910-ben, hogy ő nem csak megvásárolta, de át is terveztette és bővítette, ami itt látható az udvaron is. A lakóház udvarában működött az utolsó műhelye, a Rotmikse császári és királyi udvari üvegfestő és mozaik művész műintézete. Ő először megrajzolta és megfestette a tervezeteket, a kész mozaik vagy üvegalkotást aztán itt készítették el a munkásai. Rotmikse hosszú pályája során Pesszerte számos épületben működött,
a pályafutását, pontosabban az első műhelyével a pályafutását a Dohány utcában kezdte, aztán jött 1885-ben a Német utca, és később az Aurora utcában, ez a név ma is ismerős, mert abban a két kis szomszédos földszintes épületben, ahol most az Aurora van, dolgozott tovább, de azért a leghíresebb mégiscsak a Nefelejts utcai, ugyanis ez volt a legutolsó, ez maradt meg, és itt volt a legtovább. Roth Miksa sikere nem a véletlen műve volt. Végigjárta a középkori üvegablak művészet legjelentősebb európai példáit, de átvette a Tiffany által felfedezett technikát is. A hazai üvegfestészet és mozaik művészet elképzelhetetlen lenne nélküle. Mesterművei láthatók Budapest szerte, de Roth Miksa a maga korában világsztár is lett, miután sorra nyerte a világkiállítási aranyérmeket. Dolgozott Mexikóvárosban a Nemzeti Színház 180 négyzetméteres üvegkupoláin és mozaikjain, Hágában a királyi palotában, Oszlóban egy templomban és Milánóban, Torinóban, Szicíliában. A történelmi Magyarországon pedig szinte mindenütt, Marosvásárhelytől Szabadkáig, Pozsonytól Budapestig. Itt a parlamentet, a Zeneakadémiát, a belügyminisztériumot, a Párizsi udvart, a Gresham palotát, számos budapesti bérházat, de a Kossuth és Deák múzeumot is ő díszítette. És a templom üvegablakok Szent István bazilikától a Rózsák teréig, a kőbányai Szent László plébánia templomtól a szegedi fogadalmi templomig. Szervita tér. A főváros legnagyobb 50 négyzetméteres köztéri mozaikja a Szervita téren található, az egykori török bankház homlokzatán. Fő alakja Patrona Hungáriae, Hermelin palásban és uralkodói jelvényekkel, szárnyas angyalokkal. A csillogó arany háttér és a fénysugarak jól kiemelik a kompozíciót, miközben a népsokaságban ott láthatjuk Széchenyit, Veselényit, Kossuthot, a bal oldalon pedig a nemesség és a papság képviselőit, Pázmány Pétertől Bocskaig. A Dob utcában található az Erzsébetvárosi Elemi Iskola, a főváros egyik legszebb szecessziós iskola épülete. A lányok a bal oldalon énekelnek, virágokat csodálnak, fonalat gombolítanak, hímeznek a szózat első sorával. A fiúk a jobb oldalon a földgömböt tanulmányozzák, festenek, katonázsit játszanak és a nemzeti dalt szavalják. Középen a két nem találkozik, szembekötősdit játszanak. Aztán van még két Budapest címer, szecessziós növényi motívumok, a tanuláshoz szükséges eszközök földgömbtől a vonalzóig. Támogass minket a Patreonon! Torma Tamás vagyok, és ez itt az Egy Hely. Ezt a videósorozatot két éve kezdtük el az Építész Fórummal közösen, és azóta több százezren néztétek meg. Helyek, épületek, terek, mindegyik videóban egy különleges helyszínre megyünk. Ahhoz, hogy folytathassuk ezt a sorozatot, a támogatásotokat szeretnénk kérni. Támogass bennünket a Patreonon, és tuti, hogy akkor folytathatjuk.